egyenesek vagyunk el. Egymásba is, de a zenekarba is, a hangszereinkbe is, mindabban, amit csinálunk, és ez szerintem látszik. És olyan izgalmas ez az egész, hogy nem félni kellett, hanem a legjobbat hozza ki mindenkiből, és annyira új embereket ismeri meg, ami engem nagyon inspirál. A Fesztivál Zenekar kampányát forgatjuk, amellyel a jövő évadot szeretnénk egy kicsit népszerűsíteni. A Fesztivál Zenekar zenészei jöttek el, a Fesztivál Zenekar rajongói is, az irodai munkatársak, például közöttük én, és az egyik legnépszerűbb produkciónknak az egyik gyereksztárja, aki egy 8 éves kisfiú. Elkezdtem a kiskéműseprőt játszani. És játszottam, és egyszer csak találkoztam a Fesztivál Zenekarral, úgyhogy a zenélt, és rájöttem, hogy milyen szépen játszik, meg hogy milyen jó, és amikor volt ez az egész, akkor élveztem. Hát a Bihebzi először is egy hangszeresként, muzsikusként, egy egészen különleges hely. Olyan módon lehetünk ott, ahogyan muzsikusként elképzeltük a pályánkat, azzal, hogy elképesztően tehetséges kollégáimmal inspiráljuk egymást próbákon, koncerteken, és nekem különösen nagy élmény volt végignézni azt, hogy egy fiatal, nagyrészt pályakezdőkből álló zenekar hogyan ért föl a világ legnagyobb koncerttermeibe. Fesztivál zenekarnál játszani vagy dolgozni mindenképpen fantasztikus szakmai kihívás, és amellett, hogy az ember nagyon sokat tanul, nagyon jó kollégákkal tud együtt dolgozni, és ennél többet nem kínálhat egy zenész. Számomra a fesztivál zenekar egyben jelenti a zenét, szórakozást, munkát, barátokat, úgy nagyjából átfogólag az életet. A Budapesti Fesztivál Zenekarról a legkiválóbb minőségű zene jut eszembe. Az idén elég távoli országokban fognak megjelenni, és remélem, hogy ott is sikerül majd a zenéjüket, illetve a zenekart megszerettetni a közönséggel. Én azt szeretem a fesztivál zenekarban, hogy ahogy játszanak, úgy valahogy így teste lesz a zenének. Hogy azt lehet érezni, hogy egy burokban vagyunk mindannyian úgy belül, és ez nagyon jó. A Budapesti Fesztivál Zenekarral többször dolgoztam, és mindig nagyon nagy élmény volt. Részben mindig valami értelmes dolgot csináltunk, részben pedig fantasztikus élmény volt beülni a zenekar közepébe, és úgy hallgatni közelről őket. Egész más levegőt árasztanak, mintha az ember csak nézőként a nézőtéren, vagy hallgatóként hallgatja, nézi őket. Egy igazán egyszerűen nagyszerű reklámot képzeltünk el 6 főszereplővel, mindegyikük természetesen kötődik a Budapesti Fesztivál Zenekarhoz.